Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük akkor, hogy van nekünk egy mai témánk. Mi a mai témánk? Legfontosabbak a szükségleteid. Jó, köszönöm. Tehát legfontosabbak a szükségleteid. De mielőtt erről beszélnék, egy pár gondolat magamról. Kaptam egy küldetést, hogy az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjak át, ami által képessé válnak bejutni az aranykorba. Azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát mi kell ehhez? Hogy eljutassam azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismeretre jutnak, illetve emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. 1987-ben kezdtem el az emberekkel való foglalkozást. 91-től dolgozom csapatban, 93-tól vezetek, tanítok embereket. Azóta volt szerencsém több mint 70 ezer ember képzésében személyesen részt venni, és több százezer embernek juttattunk el valamilyen életjobbító lehetőséget a vezetésemmel. Maga a szervezetünk neve az PPH, PPH, tehát Péter Péter Hugo, Problem Prevention Holding, ezt jelenti. A holdingszerű működést azt jelenti, hogy magánszemélyek, cégek, vállalkozások gyűjtő szervezete. Régebben pénzügyi területtel kezdtük, foglalkoztunk egészséggel, és most avval foglalkozunk, hogy az emberek képessé váljanak arra, hogy minden élethelyzetüket helyesen kezeljék, illetve problémáikat megelőzzék, megoldják, és hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Pénzügyi területen, mikor dolgoztunk, három különböző területen lettünk piacvezetők, és amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk. Tehát magyarul a legtöbb coachot ma Magyarországon mi képezzük. Mi az, hogy coach? A mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy ember és életjobbító. A coach egy szakma. Ez azt jelenti, hogy edző egyébként. Úgy is lehetne mondani inkább, hogy személyi edző, de még inkább, hogyha jobban ki akarnánk fejezni, hogy mit jelent a coach, akkor azt mondanánk, hogy ember és életjobbító. Amikor a coach dolgozik, akkor képes az ügyfeléből, aki megkereste őt, kihozni a legjobbat és a legtöbbet, mint egy edző a sportolóból. Bár az edző csak a legtöbbet hozza ki, a legjobbat nem biztos. Tehát ugye a coachnak az is feladata, hogy a jót, tehát a legjobbat és a legtöbbet hozza ki abból az illetőből. Tehát van valakinek egy problémája, bármilyen, milyen problémák vannak. Négy területen vannak problémák, amit az ember kap. Az első terület az a betegségek területe, a másik terület a balesetek területe, a harmadik területek az anyagi, illetve a családi problémák területe, és a negyedik pedig az anyagi problémák területe. Tehát ha az ember kap egy problémát, és ha nincs tudása, már pedig kérdezem én, problémák megoldására tanítottak-e téged mondjuk az általános iskolában? Ja igen, tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Tehát kérdezem, tanítottak-e téged problémák
megelőzésére mondjuk. Az általános iskolában, vagy középiskolában, vagy mondjuk főiskolán, vagy egyetemen, bármilyen olyan állami intézményben, amiben jártál. Nem tanítottak? Engem sem. Tehát esetleg valakit tanítottak? Nem. Tehát akkor hogy tudnád megoldani a problémáidat? Hát próbálod úgy megoldani, nem? Hogy láttad a szüleidtől, nem? Vagy hogy úgy kigondolod, hogy hát, ha ezzel meg tudom oldani. Hát például a devizahitelesek nagyon meg tudják oldani a problémáikat, nem? Devizahitel problémát. Csak úgy mondom, ha esetleg van valakinek ilyen problémája. Hát hogyha lenne hozzá tudásuk, hogy hogy kell ezt megcsinálni, akkor könnyebben megoldanák. Vagy mondok valamit, például párkapcsolatban élők. Csak így séróból oldják meg a problémáikat? Hát ugye a párkapcsolatok több mint fele az már válással végződik. Akkor a válásokat 70, több mint 70%-ban a nők adják be. Nem a férfiak, hanem a nők. Ezek konkrét adatok. Na most, ha esetleg a nők tudnának bánni a férfiakkal, vagy a férfiak a nőkkel, akkor biztos kevesebb válás lenne, nem? És ha mondjuk meg tudnák oldani a problémáikat, mondjuk a családi problémáikat, a házaspárok vagy a párok, meg mondjuk az anyagi problémáikat is meg tudnák oldani, akkor lehet, hogy kevesebb válás lenne, nem? Nem így lenne? De, biztos. Na most nem tudom, hogy egy mondjuk egy családi probléma az úgy örömteli az ember életébe? Mikor mondjuk van egy párkapcsolati problémája esetleg? Az örömteli? Hát nem annyira, nem? Vagy ha valaki beteg, az örömteli? Tehát mit csinál általában egy beteg ember? Fogja és elmegy orvoshoz, és az orvostól várja a gyógyulást, nem? És mi van azokkal az orvosok által betegségnek meghatározott állapotokkal, ami mondjuk gyógyszerre nem gyógyítható? Na most azokkal mi van? Mondjak egy párat, szívesen mondok. Például olyan, hogy depresszió. Vagy például olyan, hogy mondjuk diszlexia. Vagy például olyan, hogy skizofrénia. Ezeket nem tudják gyógyítani gyógyszerrel. Egyiket se. Egy megfázást lehet, meg sok mindent lehet gyógyszerre, tehát valamilyen szinten gyógyítani. De mi van azokkal a betegségekkel, amelyeket gyógyszerre nem lehet? Mert nem is betegség, hanem csak egy állapot. Mert ugye az orvosok, aminek nincs fizikai oka, mert ugye valakinek, mit tudom, van egy agyérgörcsöt, van fizikai ok. Van, mit tudom, egy keringési rendellenesség, ott is van fizikai ok. Van mondjuk egy szív probléma, ott is van fizikai ok. Tehát lehet, látható fizikai ok van. Na most mi van akkor, hogyha nincs fizikai ok? Mit csinál az orvostudomány? Tehetetlen. Oké? És azt mondja, hogy hát ez egy olyan betegség, ami, tehát van egy állapot, amit nem tud kezelni az orvostudomány, akkor kinevezi rá, hogy az egy betegség, kitalál rá valami olyan gyógyszert, ami nem is használ rá, az illető szedi, és azáltal, hogy szedi,
elkábítják gyakorlatilag, mondom, elkábítják, és az illető kevésbé fogja azt a tünetet produkálni, mint amit előtte produkált. Tehát mit tudom én, mondjuk egy, van egy következő, ami eszembe jutott most, a hiperaktivitás, például a gyerekek esetében, annak sincs fizikai tünete, tehát fizikai elváltozást nem mutat a szervezet. Tehát ezek a dolgok, ezeknek nincs fizikai oka, egynek se, amit most elmondtam az imént. De mivel az orvosoknak fogalmuk nincs avval kapcsolatban, hogy lehetnek olyan állapotok, aminek nincs fizikai elváltozása, nincs fizikai oka, ezért valamit kell velük kezdeni, és akkor kitalálják, hogy ez egy betegség. Most mondok például, ugye ha valakinek diszlexiája van, ugye hogy nem tudom, tudják azt, hogy mi az, tehát ugye a betűket keveri. Diszkalkuliája van, ugye az a számok problémája. Diszgráfiája van, írási probléma. Akkor mit csinálnak az ilyen gyerekkel? Ugye ilyen pszichológushoz meg ilyenhez hordják, és a pszichológus megbélyegzi, hogy valami neki ott belül nem stimmel. És akkor ezt a bélyeget viselheti egész életében, mert ha egy gyereket megbélyegeznek azzal, hogy itt belül valami baj van, nem tudjuk, hogy mi a baj, de belül valami baj van, hát kíváncsi vagyok, hogy az milyen felnőtt lesz utána, hogyha gyerekkorban megbélyegzik. És akkor mi történik ezzel a gyerekkel? Ezt a bélyeget egész életében hordja, közben nagyon egyszerű tanulási nehézsége volt, amire a tanárja meg a szülei nem figyeltek oda. Tehát egyszerűen az a tanár, például ha ő diszlexiás, akkor a tanár nem figyelt arra, hogy a gyerek rendesen megtanulta-e az ABC-t. És azért keveri a betűket, mert az ABC-t nem tanították meg neki. Nem tudom, világos-e. Ugyanez igaz a számolásra, vagy az írásra, nem tanították meg rendesen írni, vagy nem tanították meg rendesen a számokat, nem tanulta meg, nem tanították meg. Tehát nem a gyerekkel volt gond, hanem a tanítójával. De hát felmentem a tanítókat is, mert hogy lehet 30 gyerekkel foglalkozni, ha abból mondjuk 5-nek tanulási nehézsége van? Sehogy. Én voltam benne, például mikor a fiam beiratkozott középiskolába, hát ez már nem most volt, ugye a nagyobbik fiam, akkor voltam benne ilyen bemutató tanításon. Még ugye 8-os volt, és ugye ott tanított a tanítónéni, ment a leggyorsabban, tehát tehát a matek órán voltam benne, és tanította annak a tempójában, aki a legjobb matekos volt az órán, és a többi üveges tekintettel nézett ki a fejéből. Na ez volt egy matek tanítás ezelőtt 15 évvel. Most azóta nem hiszem, hogy javult a helyzet. Na szóval lényeg az, hogy olyan formában működik az életünk, mi is a témánk. Még egyszer? Legfontosabbak a szükségleteink. Egy kicsit eltérültem ettől, majd mindjárt visszatérülök. Tehát olyan formában működünk, hogy a problémákat az emberek azért nem tudják megoldani, mert nem tudják, mi az oka. Tehát itt van egy gyereknek diszlexiája, és félrekezelik. Van valakinek mondjuk, rámondják, hogy skizofréni az illető, és közben mondjuk működik az illetőnek a harmadik szeme. És az illetőre rábélyegzik, hogy skizofrén. Érted?
És képzeld, ezt a megbélyegzést kapja, akkor a társadalom hogy fog ahhoz az illetőre, illetőhöz hozzáállni? És neki milyen felnőttkori élete lesz, mikor már gyerekkorban rámondják, hogy ez a gyerek, ez skizofrén. Csak azért, mert nem voltam tisztában ezzel a fogalommal, és mondom, egy kicsit utána olvasok, hogy mi a skizofrén. Olvashatok majd utána a neten, javaslom. És rájöttök arra, hogy a legtöbb szellemi érzékelés, tulajdonság, tehát magas szellemi képességű emberre rá lehetne mondani, hogy skizofrén. Sőt, a saját engedélye nélkül gyógykezelhető. Kiváló, mi? Nem semmi. Tehát akkor gyakorlatilag itt... Itt most majdnem mindenki az, érted? Aha, most mehetnénk, mindnyájunkat lehetne kezelni majdnem. Élem velem. Valószínűleg. Értitek? Tehát így ilyen társadalomban élünk, ahol azt se tudják, hogy miről szól a dolog. Érted? Tehát van egy betegség, tehát a tudomány mai állása szerint a betegségek 85%-a az pszichoszomatikus eredetű. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy a lélek megbetegíti a testet. Ez ezt jelenti. Na most, tehát jön egy betegség, bármi, egyébként minden betegség pszichoszomatikus eredetű, csak úgy mondanám. Ezért van az, hogy például van egy óriási fertőzés, ahol akár milliók halnak meg, és akkor vannak, akik túlélik. Oké? Mert annál nincs meg az a pszichoszomatikus ok, tehát az a lelki ok. És lényeg az, vagy azoknál nincs meg az a lelki ok. Lényeg az, hogy például valakinek van egy betegsége, hát nem tudom, szeretné-e esetleg nem tünetmentes lenni, hanem megszűnne az a problémád. Mert ugye most mit csinál az orvostudomány? Ad gyógyszert, és akkor az illető tünetmentes lesz. És abban a pillanatban, amint újból előjön az a lelki ok, az illető ismét visszaesik. És akkor ez egy tök jó dolog. Miért tök jó? Hát mert a gyógyszeriparnak ez mekkora bevétel. Ráadásul az orvosok is annak alapján kapják a lóvét, hogy mennyiszer ment a beteg hozzá, meg hány beteg ment hozzá. Tehát mondhatnánk azt, hogy az orvosnak az az érdeke, hogy a beteg az beteg legyen. Mert így alakították ki a rendszert. És az az érdeke, hogy minél több gyógyszert írjon föl, mert ugye minél több gyógyszert ír föl, annál több lesz a jutaléka a gyógyszerfelírás után. Most egy ilyen társadalomban élünk, jelen pillanatban, nézzétek meg. Tehát az a lényeg, hogy az embereknek vannak problémáik, ugye beszéltem arról, hogy négy területen, csak a késő jövőknek mondom, négy területen kap az ember problémát, vannak betegségeink, baleseteink, családi problémáink és anyagi problémáink. Minden probléma ebbe a négybe besorolható, a négy valamelyikébe. És az ember nem tanulta ezeknek a problémáknak a megoldását. Oké? Tehát nem tanultuk. Ezért van egy problémánk, akkor mi játszik le az emberben, játszódik le az emberben. Ki az, aki, amikor bármilyen problémát kapott, örült neki? Tegye már fel a kezét. Senki nem? Hát így működ. Örültél neki? Persze. Tök jó. Volt munkám. De az nem probléma. Tehát ne, az nem, ha volt munkád, az nem probléma, a munka az nem probléma. Nem, például mondjuk olyan probléma, hogy elveszítettél pénzt. Volt ilyen? Volt. Na, és annak örültél? Nem. Na jó, oké, maradjunk ebben. Oké, tehát ilyen jellegű problémára gondolj. Jó? Jó. No, szóval, tehát lényeg az, hogy
kap az ember egy problémát, akkor a probléma hatására rosszabb állapotba kerül. Tehát rosszabb lesz a hangulatunk, nem? Ez így szokott működni. Na most, ha az embernek sok problémája van, akkor még inkább rosszabb hangulatba kerül, sőt, ha az a problémák jelen, tehát a problémák jelen vannak folyamatosan az életében, akkor az általános hangulata az lemegy. Na most, ugye ha megnézzük, milyen hangulatok vannak, akkor csak a legfontosabb hangulatokat mondok, amit mindenki be tud azonosítani. Tehát lehet az ember mondjuk lelkes. Voltál már életedben lelkes? Ki az, aki volt már lelkes? Ki nem volt lelkes? Mindenki volt. Oké. Oké, nézzük tovább. Tehát voltál már például jókedvű? Ki az, aki volt már jókedvű? Mindnyájan voltunk. Oké. Most jövünk lefele, jó, a hangulatokban. Tehát a, ugye a lelkes van a legmagasabban, viszonylag, amit ismerünk, mert vannak fönt még följebb hangulatok, csak az kevésbé ismert. Jó, tehát az alatt van nem kevéssel, mert nem kevéssel a jókedv. A jókedv alatt van az érdeklődés. Ki az, aki volt már érdeklődő? Oké, mindnyájan? Szuper. Na, az már nem olyan jó hangulat, mint a jókedv. Menjünk lejjebb. Azt mondja, hogy ki az, aki volt például mondjuk unalom szintjén. Tehát ilyen unalomban. Jó? Mindenki. Szuper. Ki az, aki... Megint jövünk lejjebb, megint jócskán jövünk lejjebb. Ki az, aki volt már ellenséges? Ellenséges? Mindenki próbáltunk. Voltunk? Oké. Okay. Na nézzük, megint jócskán jövünk lejjebb, ki az, aki volt már haragos? Kezeket? Haragos? Oké. Okay. Jó. Na akkor megint jócskán jövünk lejjebb, ki az, aki már félt? Félt valamitől, bármitől? Oké. Okay. Már nagyon lent vagyunk. Ki az, aki volt valamikor bánatos? Bánat? Oké. Okay. Na akkor ismerjük, hogy milyen hangulatok ezek. Na most ugye, volt egy olyan, hogy unalom, emlékeztek? Meg volt egy olyan, hogy ellenségesség. És a kettő közt van a vízválasztó. Az ellenségesség az már negatív hangulat, az unalom még pozitív hangulat. Oké? Na most, ha az ember lekerül ellenséges szintre, vagy az alá ezek közül, amit beszéltünk, ugye, mert jöttünk lefele, akkor onnantól kezdve elveszíti a tudatosságát. És átmegy ösztönlénybe. Világos ez? Lehet, hogy még nem eléggé. Tehát ez annak köszönhető, hogy van nekünk, ki az, aki hallott már olyat, hogy bal agyfélteke, meg jobb agyfélteke? Oké, tehát van nekünk egy bal agyféltekénk, meg egy jobb agyféltekénk. A jobb agyféltekénk akkor működik, ez a tudatosság részünk, hogyha jobb állapotban vagyunk, mint ellenséges, tehát legalább unalom szinten. Ha lemegyünk ellenséges szintre, vagy az alá, ez kikapcsol, és bekapcsol az ösztönös rész, az a bal agyfélteke. Oké? Okay? Tehát egyszer a kettő nem tud működni, vagy ez működik, vagy az működik. És ha az embernek nincs tudása a problémák megelőzésére, megoldására, az élethelyzetek helyes kezelésére, akkor előbb-utóbb a sok probléma leviszi az illetőt általános hangulatát, leviszi az unalom alá, tehát az ellenségestől, vagy még lejjebb, és minél lejjebb van az ember, tehát például egy depressziós ember, az a bánatos, az sose jön föl, tehát hogyha valakinek az általános hangulata depressziós, az sose tud följönni még unalom szintre sem. Ezért soha nem tud tudatosan működni. Csak ösztönösen.
De a félelemben lévő is, ami fölötte van, is elég nehézségébe ütközik, és elég hosszú időnek kell eltenni ahhoz, hogy ő mondjuk legalább unalomszintre följöjjön. Tehát elkezdjen tudatos lenni. Nyilván egy ellenséges ember, akinek az általános hangulata ilyen rossz indulatú ellenséges, az viszonylag könnyen még föl tud menni unalomszintre. Ezért van az, hogy ő időnként képes arra, hogy gondolkodjon. Nem az a gondolkodás, hogy fogjuk azt ott, töprengünk az asztalnál és látszólag gondolkodunk, hanem az a gondolkodás, ami gondoldás, tehát képes az ember tudatos lenni. Az a gondolkodás. Tehát tudod, mi a tudatos gondolkodás? Az, hogy képes vagy pontosan mérlegelni. Képes vagy mérlegelni, hogy most neked ez jó lenne, nem lenne, miért lenne jó, kicsit, stb. Mérleg. Képes vagy a mérlegelésre. Egy ösztönös ember nem mérlegel, hanem ész nélkül cselekszik. Vagy ész nélkül hoz döntést. Világos ez? Na most, az embereknek ezeket teljesen nem tanítják. Tudod, miért nem tanítják? Hát, hogy hülyék maradjunk. Bocs, hogy ezt kell mondanom, de így van. Tehát, ha finoman fogalmaznék, akkor azt mondom, hogy tudatlanok maradjunk. Miért? Mert ez úgy működik, hogy ugye emlékszel, hogy van az unalom, és van a nyílt ellenséges, tehát a nyílt ellenséges szint. És a kettő közt van a vízválasztó, a választóvonal. Tehát fölötte a unalomnál pozitív, ellenséges szint az negatív. És amikor az ember lemegy ezzel a vonal alá hangulatban, akkor baromi jó, mert manipulálhatóvá válik. Hoppá. És úgy manipulálják a szakemberek, mert a szakember kell a manipulációhoz, ahogy akarják. És a szakemberek ott vannak a média mögött. Ezt csak úgy mondom. A média az most a nagy manipulátor. Oké? Okay? És az emberek nagy része manipulált. Oké? Okay? Mire manipulált? Nagyon egyszerű. Jó? Na most úgy működik a világ, hogy vannak az emberek, és az emberek 99%-a rendelkezik körülbelül annyi vagyonnal, mint az 1%. Világos ez? Tehát ma a bolygó úgy működik, hogy az emberek 1%-a annyi vagyonnal rendelkezik, mint a 99% összesen. És elérték nálad azt, hogy olyan helyen dolgozz, ahol a jövedelmet felét be kell fizetned az államnak. Ne a bruttódat nézd. A bruttó fölött van még befizetés, amit az állam befizet a te miattad. Vagyis a munkaadó befizet az államnak te miattad. Tehát amit te készhez kapsz nettóban, pont körülbelül ugyanannyit be kell fizetni az államnak. És nem tudom, azt tudod-e, hogy az a pénz hova megy? Hát abból sok mindent finanszíroznak, de azt bizonyára tudod, hogy ha amit te hazaviszel, az még mindig nem a tied minden. Mert annak a negyede élből áfa. És veszel valamit, nem? És onnantól kezdve annak van áfa tartalma. És akkor van még ilyen adó, meg olyan adó, meg amolyan adó, nem? Üzemanyagon, meg stb. Van adó. Tehát ha jobban megnézed, akkor te rendelkezel
a teljes jövedelmednek körülbelül a 30%-ával jó esetben. De annyival nem, inkább a negyedével. Mert a többi az bement az államkasszába. Oké? Na szóval, akkor mondok még egy dolgot, jó? Magyarországon úgy kerültünk be a kapitalizmusban, 89-ben, hogy 36 milliárd dollár volt az adósságállományunk. Tehát 36 milliárd dollár. Ennyi volt az ország adósságállománya. Most 1200 milliárd dollár. Nem tudom, hogy a 36 hányszor van majd meg benne, ki kéne számolni, nem? 40-szer? Majdnem 40-szer, így van. Tehát, ami azt jelenti, hogy 40-szer akkora az adósságállományunk, mint ezelőtt 29 éve. Ami azt jelenti, hogy ezt az adósságállományt, ezt fizetni kell. És ez nem csökken, hanem érdekes módon nő. Aha, érted? És hova folyik be az az adósságállomány? Kérdezem én tőletek. Tudjátok? Az 1% hát tévedés. Tévedésben élsz. Mert ugyanis ez úgy néz ki, hogy van körülbelül 7000 ember, amelyik elérték azt, hogy a bankoknak a nagy része az az ő kezükben van, ennek a 7000 embernek. Tehát a bankok elsősorban az ő kezükben vannak. Tehát ami azt jelenti, hogy például Magyarországon a bankok nagy része is az ő kezükben van. De nem is ez a lényeg, hanem ugye például mi a tartozást alapvetően valami világbank nevezetű baromságnak fizetjük. Biztos hallottátok már. Na most a világbank az gyakorlatilag a 7000 emberből egy pár ember tulajdonában van. Illetve inkább úgy mondanám, hogy pár család tulajdonában van. Tehát magánszemélyek, magáncsaládok tulajdonában van. Tehát mi az adósságállományunkat magánbankoknak fizetjük vissza, illetve magánszemélyeknek fizetjük vissza. Értitek? Na most az a 7000 ember számolt már ki, hogy a bolygónak hány százaléka? 0, mit tudom én mennyi. Így van. Tehát ilyen 0,1 ezred, vagy egy, de valami egy ilyesmi, egy tízezred, valami ilyesmi százaléka. Tehát nem egy százalék. Oké? Na most, ami azt jelenti, hogy amit te keresel, annak a nagy része, az oda befolyik. Érted? Lehet, hogy ők többet kamatoztatnak ebből, tehát több folyik be, mint amit te ténylegesen fel tudsz használni a fizetésedből. Régen ez nem így működött, ezért ugye a mostani igazán gazdagok a Földön sokkal gazdagabbak, mint régen az uralkodók. Sokkal gazdagabbak. Mert régen, mit tudom én, mondjuk tizedet fizettek a vagy kilencedet fizettek a királynak. Meg mondjuk az egyháznak. Az akkor még mindig csak 19%. De most kb. Neked 19% marad. Tehát elérték az embereknél, hogy nem maguknak dolgozzanak, hanem a hatalomnak. Nem tudom, világos-e. És ezt tudod, mivel tudták elérni? A te manipulációddal. Hogy téged arra manipuláltak, hogy még véletlenül se legyél önálló, szolgáld ki a hatalmat anyagilag. Világos voltam?
Mert egy épp elmélyű ember bolond lenne ötször annyit másnak adni azért, hogy dolgozzon, nem? Na most elérték, hogy az emberek ne legyenek teljesen épp elmélyűek. Ezt nem lehet másként, csak manipulációval. Jó? Tehát nem bántani akarlak, nehogy azt hidd. Fölnyitni a szemedet. Jó? Na most. Akkor nézzük meg. Nem tudom ez neked mennyire jó, hogy az egy ötödét tudod felhasználni annak a pénznek, amiért te dolgozol ténylegesen. Szerinted ez a normális? Most gondolj bele, hogyha a Földön mindenki nem egy ilyen elnyomó hálózatnak dolgozna, akkor körülbelül mondjuk csak azt nézd meg, hogy mondjuk az egy ötöde körülbelül marad neked, akkor az azt jelenti, hogy a te szükségleteidet, ahogy most élsz, nézd az életedet, tehát ahogy most élsz, tehát amennyi ténylegesen magadra tudsz meg a családodra költeni, azt te gyakorlatilag ötöd idő alatt megkeresed. Dolgozol 8 órát napi szinten, azt oszd el 5-tel, és akkor kiderül, hogy igazából 1 és 3 óra alatt megkeresnéd magadra, meg a családodra azt az összeget, amit te most el tudsz költeni, ténylegesen magadra, mint amennyiért most ténylegesen dolgozol. És ez éppen mi dolog? Gondold végig! Hogy dolgozol ötször annyit, mint amennyit ténylegesen magadra kellene dolgoznod. És ezt az emberek ilyen vakon csinálják. Érted? Hát miért? Mert elvakítják a manipulációval. Na akkor kérdezem én, hogy például mondjuk, hogy ha láttatok már olyan embert, akinek mondjuk, tudom én, mondjuk térd problémái vannak? Térd. Nem akartam kérdezni, hogy kinek van, hogy tegye fel a kezét. Jó, nem akar. Tehát térd probléma. Tehát a térd probléma egy betegség, nem? Elkopott a porc. Oké? Valószínűleg. És akkor azt mondták, hogy ez nem gyógyítható, nem? Ezt mondják. Meg lehet, le lehet lassítani a folyamatot, meg esetleg megállítani, de visszafordítani nem lehet. Ugye a gyógyítás az lenne, ha visszafordulna a folyamat. Oké? És a hivatalos verzió szerint, az egészségügy szerint az nem gyógyítható. De ha tudnád, hogy mi annak a lelki oka, és a lelki okot orvosolnád, hát nem egy orvos segítségével, azért ezt hozzátenném, akkor visszafordítható lenne a folyamat. Juss sem árulom el, mi a lelki ok. Oké? Okay? Mert ez nem ide tartozik. Ja? No szóval. Minden betegség visszafordítható, mondjuk kivétel az, hogyha már nincs mit visszafordítani, nem tudom, világos-e? De már nincs mit visszafordítani, akkor nem lehet visszafordítani. Valakinek levágják a lábát, az nem nő ki. Jó? Tehát amit nincs, nem lehet visszafordítani, azt nem lehet visszafordítani. Jó? Még azért azért a szinten nem működik, hogy visszatudjuk azt is fordítani, ami nincs. Mert akkor ugye ahhoz mi kellene? Teremtő energia. Az energiát át kellene alakítani anyaggá. Na arra azért még nem vagyunk képesek. Még, mondom, még nem, persze. Majd képesek leszünk, csak még nem. Így van. Na szóval, lényeg az, hogy nézzük egy másik dolgot.
mit tudom, ér egy baleset, vagy nem tudom, ismersz olyan embereket, hogy időnként valami baleset éri, ilyen kisebb, mit tudom, elvágja a kezét, vagy bármi. Hm? Ismertek? Láttatok már ilyet? Oké. Szóval minden balesetnek lelki oka van. Ha az ember megoldana a lelki okokat, nem érné baleset. Vagy mondok egy másikat. Mit tudom én, mondjuk családi probléma. A legáltalánosabb családi probléma ma a társadalomban párkapcsolati probléma. Oké? Mi lenne, ha lenne tudásod arra vonatkozóan, hogy megolda a párkapcsolatot? Hát eleve ott kezdődik a dolog, hogy a párod nem véletlenül a párod. Így kezdődik. De nem beszélek erről többet, mert ez bőven elég volt. Mi lenne, ha meg tudnák oldani az emberek mondjuk az emberekkel kapcsolatos gondjaikat, bajaikat? Gondold végig. Vajon boldogabban élnék az életüket? Mert ugye sok embernek van anyagi problémája. Én emlékszem szüleimre, a legtöbb veszekedésük az a pénz miatt volt. A második legtöbb veszekedésük az miattam, amikor gyerek voltam. Komolyan? Nem volt testvér. Nem volt testvér. Azért. Így van. Pedig szerettem volna, mert az összes, volt 23 unokatestvérem, és minden unokatestvéremnek volt testvére. Csak nekem nem. Jó? Tehát... és ez nagyon zokon vettem. Reklamáltam, de hát hiába. No szóval, lényeg az, hogy ugye anyagi problémával már az ember találkozott. És mi lenne, hogyha lenne tudásod, és soha többet nem lenne anyagi problémád? Hm? Jó lenne? Na most... minden olyan területre, ahol te csak létezhetsz, és probléma merül fel, tudunk tudást és módszert adni a megoldásra. Ez nem nagy képűség, ez tény. Minden olyan területre, amint te megfordulhatsz, és probléma keletkezik, van tudás és megoldás. Mindenhova. 8 éve foglalkozok coachképzéssel. 2010-ben kezdtük. Illetve 2013-ban kezdtük a coachképzést, 10-ben kezdtük az emberek fejlesztését. Ugye elmondtam, hogy előtte 3 területen piacvezetők lettünk, pénzügyi területen. És képzeljétek el, a mindennapokban használható tudás és a pénzügyi területek között mekkora különbség van? Óriási. Az egyik anyag, a másik szellemiség. Ez a két véglet. És a pénz az a leganyagabb anyag. Tehát ott kezdődik az anyag a pénznél. Mert ha nincs pénzed, nem tudsz anyagot venni. Oké? Okay? Jó, tehát pénzügyi területen, 3 különböző területen voltunk piacvezetők, most a coachképzés, mi a coachképzés? Ugye ember és életjobbítás, erről beszéltem, csak a későbbnek ismétlek. A coachképzés keretein belül adjuk át az összes olyan tudást, ami ahhoz kell, hogy az ember minden élethelyzetben helyesen tudjon dönteni, illetve cselekedni. Ezáltal képessé váljon megelőzni a problémáit. Ha mégis becsúszik egy-egy probléma, akkor képes legyen megoldani akármilyen problémát. A mi általunk képzett coachok képesek arra, hogyha valakinek van egy problémája, vagy egy saját problémája, akkor rá tudjon jönni a probléma tényleges okára, és a megoldásra is, és legyen módszere a megoldásra. Ha az ember képes minden élethelyzetét helyesen kezelni, akkor nem lesz boldogtalan. Mondok egy példát erre, hogy értsétek. Mi a nejemmel rengeteget utaztunk régen, hát gyakorlatilag 2008-ig.
Tehát rengeteget utaztunk, ez azt jelenti, hogy évente 3-4-szer mentünk külföldre. Egy ilyen minimum egy hétre. És 2008-tól abba hagytuk ezt. Ennek volt pénzügyi oka is, de 2013 vagy 14-től már nem igazán pénzügyi oka volt, hanem mások. Tehát a következőre jöttem rá, hogy valaki teszi a mindennapokban a dolgát. Mondjuk munkahelyen dolgozik. A legtöbb ember, aki munkahelyen dolgozik, az nem éppen örül annak, hogy neki ott kell dolgoznia. Vagy legalábbis annyit kell dolgoznia. És az emberek elfáradnak, nem? És elmennek, azt ugye nyomja a média, hogy mennyi nyaralni, nem? És akkor elmennek nyaralni az emberek. De a problémát otthon hagyják. És amikor ott van a nyaralásban, akkor jól érzi magát. Amikor hazamegy, visszazökken a szürke hétköznapokba, és akkor ugyanolyan rosszul érzi magát, mint szokta. Majd emlékszik arra, hogy milyen jól éreztem a múltkor magam, mikor elmentünk, ezért fogja, megint elmegy. De onnan haza kell jönni, mert ha ott maradna örökre, akkor miből finanszírozna? Haza kell jönni pénzt keresni, nem? Haza jön, itthon megint várják a problémák, nem így van? Megint úgy már beleúna a probléma, megint menni kell, már jön a hétvége, hát menjünk már wellnesselni, vagy valahova, nem? És ez mind pénzbe kerülne, hogy azt mondd, hogy nem. Tehát ez pénzbe kerül. Mert ez nem csak a legtöbb embernél, nem csak egy kirándulás, hogy akkor menjünk kirándulni onnan, ahol lakom, mert ha már autóval megy, akkor pénzbe kerül. Oké? Nem tudom, hogy világos-e, hogy ez hogy működik. És akkor én rájöttem arra, hogy basszus kulcs, mi azért mentünk állandóan, mert ki kellett szakadni a problémákból. Amikor a pénzügyi területen dolgoztam, pedig három területen lettünk piacvezetők, mind a három területen voltak problémák. Utána az egészséggel foglalkoztunk, ott is voltak problémák. És ki kellett szakadni a problémákból. És mentünk nyaralni. És ezt 25 évvel ezelőtt kezdtük. Nem 25 évvel. Hát gyakorlatilag 91-ben kezdtük, igen. 28 éve kezdtük. És rájöttünk, ugye? Illetve nem azt mondom, hogy rájöttünk, hanem elérkeztünk oda, hogy most, amit csinálunk, az nem okoz problémát. Nincs problémánk. Nem kell elmenni, kikapcsolódni. Nem tudom, ez világos-e. Tehát ugye a nejem is azt csinálja, amit mi. Na viszont a gyerekek csak segítenek, és nem azt csinálják, és a gyerekeknek ki kell kapcsolódni. És nekünk nem kell, érted? Mert nincs problémánk. És rájöttem arra, hogy azért nem megyünk, és azért nem is vágyódunk menni, érted? Mert nincs, nem kell kikapcsolódni. Érted? Na most akkor gondold végig, akkor melyik a normális? Az, ahogy régen éltünk, hogy problémák a hétköznapban, és ki kell kapcsolódni belőle, és milliókat elköltöttünk összességében nyaralásra, nem tudom, hát egy ház árát biztos, ha nem többet. Érted? És lényeg az, hogy szerinted melyik a normális? Talán nem az, hogy olyat kell csinálni, és olyan tudással kell rendelkezni, hogy az embernek ne legyen problémája, és szeresse azt, amit csinál. Nem? És akkor akar megy, akar nem megy. Nem muszáj menni, nem tudom, világos-e. Az emberek azért mennek hétvégeken, meg azért mennek mindenhova, itt a egy hétre, stb., minél többet, mert azt érzi, hogy egyszer muszáj, mert beleőrülök abba, amit csinálok, érted?
Muszáj kiszakadni. Akkor most melyik a normális szerinted? És akkor nézzük meg, hogy mi mit csinálunk. Van egy 3 éves képzésünk, ami folyamatos. Nincs nyári, téli, akármilyen szünet. Folyamatos minden kedden és csütörtökön. Ugye azért vagytok most éppen csütörtökön. 6-tól 9:45-ig tart, utána válasz a kérdésekre lehetőség, ezt úgy hívjuk, hogy PPA klub, tehát föltehetsz kérdést, és kapsz választ. Tehát mindenki egy csütörtökön, havi szinten, tehát 30 óra. 3 év alatt az több mint 1000 óra. Tehát 1000 órában adjuk át a tudást. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a coach képzések mennyibe kerülnek? A coach képzés által szakmát is kapsz. Lesz egy szakmád, egy új szakmád, ami 2013-tól szakma Magyarországon. Tehát lesz egy új szakmád, ráadásul diplomás szakmád. No szóval, megnézted esetleg, hogy mennyibe kerülnek a coach képzések bárhol, máshol, akkor 3000 forint alatt óránként nem kapsz coach képzést. Tehát elmész mondjuk 10 órás coach képzésre, puff, 30000 forint. Érted? Nálunk a coach képzések óránként 330 forintba kerülnek. Nem óradíjat szedünk, havi díj van. Tehát az azt jelenti, hogy 9800 forint egy hónapban. Ettől eltérő az első hónap. Az első hónap az 19700 forint, tehát duplája gyakorlatilag. De akkor is az csak 660 forint óránként. Tehát még mindig a töredéke annak, amit más kér el egy óra coachképzéssel. Tehát a coachképzés nem olcsó mulatság máshol. Nálunk miért ilyen olcsó, tehát miért ilyen kevés, inkább úgy mondanám, kevés a díj? Miért ilyen kevés a díj? Mert nekünk van egy nagy célunk. Jó? És ez az én küldetésem. Tehát az azt jelenti, hogy nekem az a küldetésem, hogy átadjam az emberek számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. És ha arab gyerekek potyognak az égből, akkor is megcsinálom. De ezt egyedül nem tudom megcsinálni, mert az emberiségre vonatkozik ez a tudás. És ahhoz kell 300 millió olyan ember, aki képes tudást átadni másoknak. Úgy, mint én. 300 millió. Vagy ha nem lesz, akkor, tehát a 300 millió azt tudja megcsinálni, hogy az emberiség 80%-a be tudjon kerülni az aranykorba. 100% nem tud bekerülni, mert abból az emberiségből 20% az antiszociális, elnyomó. Az elnyomók mennek a levesbe. Nem fogják őket, tehát nem kell megölni őket, vagy ilyesmi, hanem meghalnak maguktól. Jó, tehát az azt jelenti, hogy 300 millió coachra van szükség. Na, nem véletlen az, hogy te most itt vagy. Tehát az a célunk, hogy boldog élet legyen. Akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekké válnak megoldani a saját életüket. Ráadásul még tudnak ebben segíteni másoknak is. Tehát nem véletlenül vagy itt. Tehát jó, ha tudod ezt az üzenetet, hogy az élet és emberismerethez vezető úton nem szabad megállnod. Ez az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menned. Ha ezt nem csinál, megállhatsz nyugodtan, semmi gond, csak máskülönben. Tehát ha megállsz, mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Amit már lehet, hogy eddig is tapasztaltál, mert nem haladtál ezen az úton. 2012-től van új korszak. Ezt a korszakot aranykornak kellene majd hívni. De annak a hozadéka még jelenleg is tart. A vaskornak a hozadéka még jelenleg is tart.
van 16 évünk arra, hogy megvalósuljon a bolygón az aranykor. 16 évünk. És ezt nekünk kell megcsinálni. Tehát mi vagyunk ebben az élenjáró, mert nem csak ugatjuk azt, hogy legyen aranykor, hanem kőkeményen teszünk érte. Azt tudod, mit jelent? Azt, hogy szervezzük azokat az embereket, akik nyitottak a fejlődésre. Mondjuk minimum azon a szinten, hogy szeretnék a problémáikat megoldani, tehát szeretnének rendelkezni olyan tudással, ami ahhoz kell, hogy a problémáikat megelőzzék, illetve megoldják. Szervezzük azokat az embereket, és akik tanul, nem szervezheti más, csak a tanuló. Csak az szervezheti, aki itt tanul. És akkor lehetőségként a tanulóknak van egy olyan plusz dolog, hogy aki itt tanul, és egyszer csak azt mondja, hogy jó, akkor én is elkezdek szervezni. Mit tudom, hogy szól mondjuk az ismerőseinek. És az ismerősei fizetik a tandíjat, és ő azután jutalékot kap. Ez a jutalék minimum 32%, a tandíjnak minimum a 32%-a, maximum 72%. Akik itt tanulnak, tehát létrehozhatnak egy tanulói csoportot. Három tanuló esetén már ingyen van a tandíja. Ha több tanulót szervezel, akkor az jutalék. Nyilván törvény előírásainak megfelelően föl tudod venni. Tehát jövedelem. És létrehozhatsz a tanulókból mondjuk szervezői csoportot. Tehát a tanulóid is lehetnek szervezők. És bárki, aki a csoportodban tanulóként van, és szervez, és eredményes a szervezés, tehát tanuló lesz belőle, aki tandíjat fizet, akkor te is részesedsz abból. Tehát, mint vezető részesedsz, mert van egy szervezői csoportod, nem tudom, világos-e. Tehát az egy vezetői jutalék. Ezért ugye vannak, akiknek ez a fő tevékenységük. És jobban élnek, mint előtte, amikor alkalmazottként dolgoztak. Nem kötelező a szervezés, de ha nincs szervezés, nincs aranykor, ezt csak úgy hozzáfűzném. Oké? Tehát nem a tudás a kérdés. Minden tudás itt van, illetve itt lesz, ami ahhoz kell, hogy az emberek bekerülhessenek az aranykorba. Tudod, mi lesz az aranykor? Nincs betegség, nincs baleset, nincs elnyomás, nincs családi probléma, nincs anyagi probléma. Az emberek önállóan dolgoznak, nincs szükség központi irányításra. Mindenki a képességeinek megfelelően teszi a dolgát. Nincs irigység. Oké? Mindenki a szükségletei szerint részesedik. Nincs szükség pénzre. Hoppá. Az aranykorban. És mindenki szeretetben, békében és boldogságban él. Mindenki etikus. Oké? Tehát az aranykor az egyetlen alternatívája már az emberiségnek. Tehát ez 2012. december 22-én fordult. És vagy aranykor lesz, vagy az egészet elpusztítják úgy, ahogy van. De szó szerint a bolygóval együtt nincs más alternatíva. Lehet olyan aranykor is, hogy csak 1 millió emberbe. Na, többi az meg megy a halottak közé. És akkor ilyen lesz például, hogy aranykorban, hogy mit tudom én, meghosszabbítják az élettartamodat. Hoppá. Tehát elkezdesz lassabban majd öregedni. Meg stb. Stb. Na most
honnan szedem ezeket? Én nem hiszek ebben, hogy ez így lesz, nem tudom. Honnan tudom? Kaptam egy olyan képességet, hogy ellátnak információval fentről. Tehát mit tudom én, mondjuk fölmerül egy olyan kérdés, bármilyen problémával kapcsolatban, ami még nem merült fel, akkor mondjuk 3 percen belül megadják a választ. Akkor kaptam olyan képességet, hogy mondjuk ha tanulok és olvasok anyagokat, akkor megmondják nekem, hogy melyik a hamis és melyik a valós tartalom. Vagy például olyan képességet, hogy mondjuk ha valakivel beszélgetek, akkor látom, hogy mi volt, nem is látom, inkább úgy mondanám, hogy megsúgják, föntről megmondják, hogy mi is volt az illetővel. Hát ha ez fontos, természetesen. Vagy megmondják, hogy mi várható. És akkor még nem beszéltem minden olyan képességről, amit kaptam. Tehát lényeg az, hogy ezt miért kaptam? Ezt azért kaptam, mert rájöttem arra, hogy nekem ez a küldetésem, hogy azt a tudást, amit tapasztaltam, mit tudom én, 14 cég alapításban vettem részt tulajdonosként, úgyhogy nem volt semmilyen olyan anyagi előéletem. Akkor például olyan, hogy pénzintézeteket hoztam létre úgy, hogy én nem örököltem, meg nem vettem részt a privatizációban, meg nem volt vagyonunk. Mikor összeházasodtunk a nejemmel, ketten kerestünk 8000 forintot. 84-ben. És laktunk egy szobakonyhában. Úgyhogy a WC az udvaron volt. Jó, tehát így kezdtük, és amit elértem, azt a fentiek segítségével értem el. Hát volt elég problémám, mert ugye nem nagyon arra akartam menni, amire őt akartak terelni, de mindegy. Megdolgoztattam őket, és meg ők is engem, persze. Kölcsönös volt a dolog. És amióta ugye rátértem az utamra, tehát erre tereltek egyértelműen, tehát ez nem kérdés, azóta ugye kaptam az imént elmondott képességeket, és ez egy csodálatos képesség, mert most gondolj vele, hogy ki az, aki foglalkozott már valamennyi szellemiséggel? Szellemiség? Oké. De tegyétek már fel a kezeteket, aki foglalkozott. Ernesto, te is, hát itt tanulsz. Jó, oké. No, tehát ugye foglalkoztál, akkor tudjátok azt, hogy van olyan, hogy van, aki lát, tehát van a harmadik szeme. Vannak olyanok, akik érzékelnek. Tehát nem lát, de érzékel energiákat. Tehát mit tudom, a látó az például lát aurát, vagy szellemlényt, vagy ilyenek. Érted a látást? Na erre mondják, hogy skizofrén. És van, aki nem lát, csak érzékel. Tehát érzékeli, hogy ott valami van. És akkor ugye én egyik se vagyok. Én a harmadik vagyok. Mi a harmadik? Hogy nekem megmondják, hogy mi van ott, vagy mit kellene érzékelni, és megkapom információban. Én nem látok, meg nem érzékelek. Na most, de képzeljétek el ma, mire jöttem rá. Hát arra, hogy ez mennyivel jobb, mint ha látnék, vagy érzékelnék. Tudod miért? Mert nem befolyásol. Mert a látó olyat is lát, amit nem szeretne. Hoppá! Az érzékelő olyat is érzékel, amit nem szeretne érzékelni. Én viszont, ami információ nem kell, azt nem kapok. Érted? Én csak azt kapok, ami szükséges, tehát ami kell, mert kérdésként fölmerül. És nem befolyásol. Negatívan, érted?
csak pozitívan. És ez egy csodálatos dolog, gondold végig. Tehát ez egy extra. És ezt állítólag én választottam leszületésem előtt, hogy ez így legyen. Szóval lényeg az, hogy itt van egy közösség. Tehát nem csak, hogy tanulunk itt, hanem egy közösséget nyújtunk az embereknek. A végre olyan emberekkel találkozhat valaki rendszeresen, aki hasonló gondolkodású, aki egy kicsit szellemiség volt, vagy másabb volt, mint az átlag, az biztos, hogy kilógott a sorból, lehet, hogy már gyerekkorában. És legalább itt van egy olyan társaság, akik ilyen kilógok a sorból közösség. Nem? Így a végre van egy ilyen közösség, ahol az ember legalább tud olyan dolgokról kommunikálni, beszélgetni másokkal, ami a legtöbb embernek így néznek rá, hogy megbolondultál. Na most azért én mondanám, aki kevésbé foglalkozott szellemiséggel azt, hogy ugye én az anyag területén, amikor még nem foglalkoztam szellemiséggel, piacvezető voltam, ugye három területen, a szervezetem piacvezető lett, ugye a részvénytársaság, illetve előtte a KFT, és ugye eljutottam oda, hogy szellemiség. Tehát tudom, milyen az, amikor az ember elsősorban az anyagot mozgatja. És tudom, mi az, amikor az ember képes az anyagot is mozgatni, meg hozzárakni az anyag mozgatásához a szellemiséget. Tehát amikor egy célt kitűzöl, és meg akarod valósítani, ha csak úgy akarod megcsinálni, hogy kétkezi munkával, akkor úgy eléggé melós lesz. De hogyha te tudod, hogy létezik szellemiség, és tudod, hogy neked van olyan teremtő energiád, amit bele tudsz tenni az egész folyamatba, akkor onnantól kezdve sokkal könnyebben meg tudsz valósítani dolgokat, mint előtte. Tehát csak azért mondom, hogy ezt értsed, hogy én átmentem azon a folyamaton, hogy milyen, hogyha csak fizikailag teremtek, mert ugye ráadásul fizikai munkával kezdtem az életemet, a felnőtt életemet, mert autószerelőként kezdtem el dolgozni, hát az abszolút fizikai munka. Jó, hát nyilván kellett hozzá egy kis, hogy na vajon ennek mi lehet a baja, annak a motornak. De hát lényeg az, hogy én azt látom, hogyha valami olyan tevékenységet végzel, aminek van nagy értelme, nem kicsi, hanem nagy értelme, és bele kell rakni a szellemi teremtést, akkor akármilyen hihetetlen, az eredmények 60%-ban a te szellemi energiától függnek. És mindössze 40%-ban a fizikai teremtéstől. És ha ezt a 60%-ot kisporolod, mert nem hiszel benne mondjuk, hát akkor 2,5-szer akkora energiába telik ugyanazt elérni. Nem tudom, elég világos voltam-e. Jó, hát az időnk lejárt. Ha bármi kérdésed van, akkor ezt majd fölteheted. Ezután, 20 perc szünet után, coach képzésünk lesz. Ami azt jelenti, hogy az önismeret kérdésében lesz coach képzésünk, ami a gyereknevelés témakörébe tartozik, ugyanis rá tudsz jönni, hogy gyerekkorodban a szüleid mit szúrtak el rajtad. Tehát amilyen most vagy, az nagy részben a neveltetésed következménye. És az ember rájön arra, hogy mit szúrtak el a szülők az emberben, és megtanulja azt, hogy hogyan kell annak az utóhatását feloldani, mert ezt is tanuljuk, akkor az illetőben már nem okoz gondot felnőtt korban az a probléma. És ha ezt nem tudja felismerni, hogy mi az a probléma, ami miatt most nem úgy működik, ahogy kellene, és
nem tudja a módszert, hogy hogy kell azt kioldani, azt a dolgot, akkor egész életében annak az utóhatása alatt éli le az életét. Ráadásul, ha az azt jelenti még, amit mondtál, említette, még jó, hogy mondtad, ha valamit nem tudsz jól kezelni, úgy tudod továbbadni a hozzátartozódnak, tehát a gyerekednek, a leszármazottadnak, ezt akartam mondani, úgy adod tovább a leszármazottadnak, hogy ott se kell lennie, hogy lássa, hogy te mit csinálsz rosszul. Tehát mondok egy példát, hogyha mondjuk te elkezded, mit tudom én, jó párkapcsolatod volt, és ezt látta a gyereket, és így nőtt föl, és akkor azt gondolod, hogy na szuper, mert jó párkapcsolati mintát látott, és majd ő is jó fogja kezelni a párkapcsolatát. És mondjuk elköltözik, mit tudom, Amerikába, jó messze a föld másik felére. És te valamilyen oknál fogva, vagy ti valamilyen oknál fogva elkezditek rosszul kezelni a párkapcsolatotokat. És mondjuk szétmentek. Na most ez úgy, hogy nem is látta a felnőtt gyereked, aki párkapcsolatban él, vagy párkapcsolatot hoz létre, elkezdi követni ezt a példát. Hoppá! Na ez a karma. Na most akkor onnantól kezdve, akkor mi köze ennek a fizikai világhoz, csak úgy kérdezni? Semmi az ég adta világon. Tehát amit te elkezdesz rosszul csinálni az életedben, a felnőtt gyereked is egy idő után elkezdi rosszul csinálni, úgyhogy nem is kell, hogy lássa, hogy te rosszul csinálod. Na akkor hogy van ez? Na ezt hívják karmának. Nem tudom, érthető. Persze. Így van. Így, ez fordítva is igaz, persze. De a karma az elsősorban negatív, nem pozitív. Jó? Tehát ugye pozitív karmák nincsenek, csak negatív karmák. Hát nem feltétlenül, nem feltétlenül. Ahhoz minta kell. Tehát azt látniuk kell. Tehát a jó mintát látni kell, a rosszat nem kell. Az megy. A hozzátartozóból hozzátartozó. Tehát a anyából, apából, gyerekbe. Megy tovább. Jó? Az megy magától. A jót építeni kell. Tehát a jót építeni kell, a rossz meg megy magától. Ez mindenhol így működik, nem hiszed? Nézz körül. Na, köszönöm, nem beszélünk, jó? Hanem mindjárt fogunk a szünetben. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, ppa.hu, pph.hu, amin utána tudsz nézni jobban a dolgoknak. További szép estét kívánok mindenkinek, tehát 20 perc szünetünk van, és utána részt tudsz venni egyszer díjmentesen a coach képzésünkön. További jó tanulást, sziasztok!